Szombaton került megrendezésre a Diós Berényi Gyereknap. Az eseményen játékoktól kezdve arcfestésig különböző programok várták a kicsiket, délutántól pedig kulturális műsorral készültek az érdeklődők számára. 8-10 éve van már, először nem itt rendeztük ezt a gyereknapot, hanem kint a fotballpályán, ez sokkal nagyobb kaliberű volt. Aztán jött a Covid, meg egyéb okok miatt ugye visszaszorultunk ilyen picibe, de talán ez így jobb is, mert családiasabb egy kicsit, mint egy nagyon nagy rendezvény. A gyerekeknek van légvár, körhinta, egy virtuális szemüveggel való játék a nagyobbaknak, a kicsiknek ilyen apró játékok, bármilyen ilyen szórakozás, pecázás, bármi, ami ilyen kisgyerekeknek való van, és akkor délután van egy kultúrműsorunk, ahol lesz a gyerekeknek egy óvodás fellépés lesz, az óvodásainknak, után lesz a gyerekeknek egy kifejezetten gyerekműsor. A délutáni műsort a település óvodás csoportja indította, akiket egy picinek szóló mesés előadás, majd inkább a felnőttek érdeklődését felkeltő produkciók követték. Délután 2-től megkezdődik a kulturális program, ahol az óvodásokkal lépünk fel először. Mivel az óvodánk német nemzetiségű óvoda is, ezért német és magyar nyelvű énekek, versek, táncok lesznek láthatóak, és erre mindenkit szeretettel várunk. A Diós Berényi Gyermeknapra közel 100 látogató érkezett, nem csak a településről, hiszen az óvodába a környékről is bejárnak a gyerekek. A rendezvény a kulturális műsor után egy pállal zárult.